Nagyon köszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy egyáltalán eljöttetek, illetve köszönöm a Csatamás programnak, hogy én itt egyáltalán bármiről beszélgethetek veletek. Annak köszönhető, hogy a Csatamás programban részt veszek, mint előadó, hogy a Csatamás program kitalálásában is, illetve annak megalkotásában is volt egy kis szerepem, ha nem is döntök ide, mégis zeneileg igyekeztem hozzátenni ehhez a programhoz. Nagyon örülök, hogy bizonyos összegek fordíthatók arra, hogy különböző tehetséges produkciók lehetőséget kapjanak az életben arra, hogy fejlesszék magukat, illetve kialakítsanak saját produkciókat. Ennek köszönhetően ülök itt, illetve köszönöm Katinak a meghívást. A mikrofon az csak azért van, mert rögzítik, és akkor így a hangom hallható lesz a felvételen is. Szeretném ezt az egészet úgy kialakítani, mint hogyha én nem egy előadó lennék, hanem csak egy beszélgető partner, illetve egy manapság nap 25 órájában dolgozó zenész, aki igyekszik kialakítani maga körül mindenféle minőségi dolgot. Ezzel kapcsolatban, ha bármi kérdésetek van, szeretnék erre válaszolni. Ezért vagyok itt, és szeretném ezt egy interaktív beszélgetéssé formálni, ezt az egész reggeli kis meetinget. Úgyhogy mindenképp várok tőletek kérdéseket, illetve a kérdéseket fölteszek, bátran válaszoljatok. Nem egy olyan dolog, amitől félni kell szerintem. Ugye a témakörünk az egy image, vagy egy arculati témakör. Azt látom, hogy nem mindenki kezdő zenekar. Tehát vagy kezdő zenekar, vagy nem kezdő zenekar, vagy egyáltalán nem zenekar. Úgyhogy a kérdéseim majd mindenféle irányba elterelődnek. Alapvetően én nem vagyok marketing szakember, a végzettségem szerint én egy műszaki beállítottságú ember vagyok, aki egy 4000 fős településről, bár világhírűs településről beszélünk, Herendről származom, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok, mindenki porcelánfestő. Én vagyok az egyetlen, aki elköltöztem ebből a gyönyörű kisvárosból, és Budapestre jöttem azért, hogy egy balesetnek köszönhetően a sportkarrieremet félbeszakítsam és zenészré váljak. Ettől függetlenül a műszaki főiskolán kezdtem az életemet itt Budapesten. Sosem tanultam így intézményesen marketinget, sem reklámot, semmi ilyesmit. Egyszerűen elkezdtem zenélni, egy tanáromnak köszönhetően kerültem be egy olyan zenei körforgásba, őt helyettesítve, ami hozott nekem ezáltal nagyon sok koncertet az életembe. Jelenleg 72 nagylemezen dolgoztam, több mint 150 előadóval sikerült egy Artisus díjat is összeszednem, és nagyon sok minden szakmai elismerést kaphattam, köszönhetően nagyon sok kedves embernek is, az életemnek, illetve a családomnak. A marketing, mint tantárgy az életembe csak akkor jött, amikor már abszolút működött az életem, és azt éreztem, hogy ha zenészekkel kell találkoznak, nap mint nap, akkor velük általában órákról, autókról, csajokról, wattokról tudok beszélgetni, és egy kicsit hiányzott nekem az, hogy beszélgessek bármi másról, legyen szó akár politikáról, legyen szó akár bármiféle marketing reklám területről, és úgy gondoltam, hogy én beiratkozom egy iskolába, amire a éppen akkori 12 zenekar mellett és éves 184 élő koncert mellett nagyon nem volt lehetőségem, de keresztfél évvel én ezt az iskolát megcsináltam, mégpedig marketing reklám szakot végeztem. Nem kifejezetten azért, hogy én ezt használjam, hiszen én akkor már ebből éltem és használtam. Ez csak azért volt, hogy beüljek egy iskolapadba, és úgy, ahogy most itt ülünk, beszélgessünk olyan dolgokról, amiket lehet, hogy tudok használni, és sokkal tudatosabban tudom ezt használni, mint eddig, hiszen semmi más nem motivált abban, hogy én ezeket használjam, csak hogy előrébb haladjak az életemben. A válaszaitokra kitérve azt gondolom, hogy különbséget kell tennünk az image és az arculat között. Ez két különböző dolog. Sokak fejében nem, tehát ez összevonódik. Mégpedig azért, mert mindenkinek egy halmaz jön ebből. Tehát mindenki, aki most bármit mondott, és szavakat felsoroltak, ez tulajdonképpen ugyanaz a témakör, de nem választottuk ketté. Az arculat az mi? Ha ezt a szót kimondom, mi az, hogy arculat? Vegyünk egy céget, és most ez a cég lehet akár a zenekar, vagy lehet akár egy énekes. Mit jelent az arculat? Az arculatot én magam alakítom ki. Az arculat maga egy puzzle, ami kirakódik.
abból minden egyes kis darab hozzátesz ahhoz, hogy ez a puzzle kirakódjon. Ha ott bármiféle kis egyszerű kis darab is hiányzik, az a puzzle nincs egyben. És ezáltal a vevő felé, akár a közönség felé nem kommunikálok 100%-osan jól, és nem is biztos, hogy eljutok, és az sem biztos, hogy szimpatikus vagyok neki. Ez az arculati témakör. Az image, ami ehhez szorosan kapcsolódik, mégsem ugyanaz, az pedig egy belső indítatású dolog, ami már a közönség felé való visszajelzésről beszél. Tehát ez nem az én cégemről és a saját arculatomról szól, hanem egy olyan image, ami tulajdonképpen egy visszajelzés a közönség felől, és a közönséget szűröm tulajdonképpen, őket kérdezgetem, mindig visszajelzést akarok, ezért is csinálok ugye céges partikat, hogy ott kitaláljam, hogy vajon az éves munkám, hogy sikerült, és visszajelzéseket várok, feedbackeket. Nagyon fontos, hogy ezt a kettőt külön válasszuk zeneiparon belül is, illetve a munkáink során is. Az arculatot mi magunk termezzük, az image az pedig az, amit a közönségünk vagy a barátaink, munkatársaink visszajelzése alapján ki akarunk alakítani. Ugye ez egy két külön témakör, ezt válasszuk ketté. Mi az, ami egy arculat során nagyon fontos? Fogalmazzuk meg ezt úgy, hogy vagyunk egy zenekarban, és kitalálunk valamit. Azon kívül, hogy muzsikálunk tök jól, azon kívül, hogy összhangzattamból csillagos ötösök vagyunk, de tegyük félre ezt. Megalakítunk egy zenekart, vagy akár főhősökként elindulunk egy énekesi pályán. Milyen arculati tervvel indulunk el? Mi tartozik egy arculati tervhez véleményetek szerint? Mi az, amit először meg akartok csinálni ezzel kapcsolatban? Stílus. Akkor ezt beszűkítem mondjuk egy hangszerelésbe, jó? Tehát, hogy kialakítottam egy hangszerelést, ami az én zenei stílusomat képviselte, hogyha most nem marketing szöveggel élek, hanem zeneileg fordítom, akkor ez legyen mondjuk a hangszerelés, ami a stílusomat fémjelzi tulajdonképpen. Igen, tehát az arculati témakörben mi az, amit fontos? Kinézet? Jó, nagyon jó. Ha cégre fordítom ezt le, az arculat az tulajdonképpen mind múlik a grafikai munkákon. Semmi máson. Hiszen vizuális élményt akarok szolgáltatni, és magamról hírt adni. Ha szimpatikus a vevőnek, akkor elkezd velem kommunikálni, és elindul egy biznisz. Ugyanígy működik ez a zenei téren is. Az arculatot tulajdonképpen grafikai, vizuális élményekkel kell megteremtenem ahhoz, hogy a piacomban érdeklődést felkeltsek. Tök jó amúgy. Tehát igazából egy kép, egy vizuális élmény nagyon fontos. Milyen lehetőségeink vizuális élményre, milyen lehetőségeink vannak? Mik ezek a technikai lehetőségek? Vizuális képet adj magadról. Manapság. Nem egy ifjúsági park, hanem soroljuk. Facebook, YouTube, honlap, névjegykártya, logó, zenekari fotó, és menjünk sorba. Tehát, hogy ezek a lehetőségeink, amik az arculatunk kialakításához segítségül vannak. Így tudunk hírt adni magunkról vizuálisan. Meg kell terveztetnünk egy logót, meg kell terveztetnünk egy honlapot, oda olyan hangszereléseket kell felraknunk, olyan fotóst kell hívnunk, olyan színekkel kell dolgoznunk, ami a mi arculatunkhoz illik. Ezen kívül szórnunk kell a Facebookra az információt, mert hogy ott az ingyenes, ez tök jó nekünk. Sőt, még hirdetni is tudunk úgy, hogy még számlát is elfogadnak a Facebooktól manapság. Tehát minden, ami reklám, amit te tudsz magadról reklámozni a Facebookon, és vásárolsz tulajdonképpen hirdetést, tehát úgy döntesz, hogy egy posztodat te meg szeretnél promózni, és megboostolod, és fizetsz ezért mondjuk $10, és akkor már is 3000 olyan ember, akit te beixeltél, hogy szeretnél, hogy eljussál hozzá elsősorban Európában, vagy inkább a tengeren túlon, eljutsz hozzájuk pénzért, és ezt még le is számlázzák neked tulajdonképpen, el is számolhatod, mint ahogy például, ha nem tudtok róla, a Cseh Tamás programon belül is mindenféle Facebook reklám elszámolható számlaként. Ugye? Jó, menjünk tovább. Vizuális élmények közé tartozik például a YouTube,
vagy bármiféle vizuális lehetőség, ami videóklipekről szól, stb. Ott is egy arculatot tervezünk meg. Tehát felépítünk egy stratégiát ahhoz, hogy magunkról hírt adjunk. Meg kell terveznünk magát az arculatot. Milyen lehetőségek vannak még? Abszolút, koncerteken mire figyel az ember? Hogy kinézzen valahogy, hogy legyen mögötte egy ilyen molinó. Mert hogy mi a cégnek a mondandója most ezzel? Hogy itt most a Cseh Tamás program miatt vagyunk, és a Design Terminálban ülünk. Szeretnénk hírt adni erről. Tehát ha csak egy kép is kikerül erről az egész történetről, ha nem tudják az emberek, hogy mi ez, akkor is látják, hogy Cseh Tamás program, azt is, hogy Design Terminál, fogalmuk sincs róla, hogy én ki vagyok. De azt tudják, hogy itt mi történik. Ez egy kommunikáció, egy vizuális kommunikáció, amivel mindig lehet élni. Egy zenekarnak is. Akár csak egy kifeszített molinóval, amin rajta van a zenekar neve. Hogyha megérkezik az utolsó 10 percben, mivel előzenekarként dolgozik, mondjuk adott esetben a Tamás, aki nem ismeri, a Hungaridom zenekarral nyert Cseh Tamás programon belül pályázati támogatást, első lemezre is, illetve előzenekarként az Ocho Macho előtt koncerteznek. Ha ők ügyesek, akkor az Ocho Macho előtt kifeszítenek gyorsan egy Hungaridom logót vagy molinót, és minden ember, aki nem rájuk érkezett, hiszen ők csak előzenekar, látja, hogy ez nem az Ocho Macho, hanem valaki más. Fogalmam nincs ki ez, meg se kérdezem, hiszen idegen emberek vesznek körül, hanem a barátaimmal érkeztem, és ez esetben tudom, hogy ez a zenekar a Hungaridom zenekar, úgy, hogy közben kommunikálják azt, hogy a Cseh Tamás programon belül vannak itt. Ezek kommunikációs lehetőségek. Ezek mind a saját arculatodról árulkodnak. Ha ezek megvannak, ez egy professzionális, összeszedett, jól kirakható puzzle, amit összerak az ember, és azt mondja, hogy érdekel, vagy nem érdekel. Abban az esetben nem tud véleményt alkotni, hogyha ez a puzzle nincs rendben. Nincs kész, nincs kirakva, nem tud információt összeszedni magának, és nem tudja eldönteni sem, hogy ez most szimpatikus neki, vagy sem. Ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Szó van itt akár az öltözködésről, akár zenekari fotókról, mindenről. Ez egy kommunikációs lehetőség. Itt elsősorban vizuális élményről beszélünk, ez még mindig az arculati témakör, ami irányába el tudunk menni. De nagyon fontos az is, hogy milyen szövegezéssel dobok ki egy promóciós anyagot, hogy milyen szövegezéssel nyilatkozom egy rádióban, egy újságban, bárhol. Bármi, ami megjelenik, az én saját arculatomról szól, én kommunikálok. Tudtok-e arra példát mondani, és most akkor a hölgynek igyekszem kedvezni, ugye az volt a kérdés, hogy egy szóló előadó hogy tudja felépíteni magát. Név nélkül Péli Barnabást venném elő például. Péli Barna egy kitűnő zenész, egy nagyon jó barát és egy zseniális előadó. Őt hogy ismerhettük meg? Mint Péli Barna, vagy mint a United zenekar frontembere? Mégis ő, mint Péli Barna, a mai napig él, és őt így ismerjük. És azt tudjuk, hogy Péli Barna a United frontembere. Ez a produkció zseniálisan elkezdett működni. Ez így indult el, egy nagy lemezkiadónál, hatalmas lehetőségekkel, és mögötte egy olyan slágerrádióval, amit azok az emberek hallgattak elsősorban, és ezt most nem ön miatt mondom, de ezt komolyan így gondolom. Nem, csak én is éreztem zenészként, hogy azokkal a zenekarokkal tudok igazán sok koncertet, nagy fesztiválokon játszani, akiket ez a rádió játszott abban az időben. Volt egy érdekes keretszerződés, ami a rádió mégis nagyon jó volt, hogy X fellépéstől adták a közrádió rendezvényeit, és ezért X hangspotot kaptak. Volt sok ilyen előadó. Beszélhetünk akár a Fiesta-ról, beszélhetünk akár a Republic-ról, az Eddáról, a Bikiniről, és sorolhatnám azokat az előadókat, akiket azért volt érdemes ennek a rádiónak működtetnie, és kölcsönösen együttműködve velük dolgozni, mert ha én megrendelőként egy rendezvényen szeretnék szervezni egy bulit, és oda sok embert szeretnék, aki fogyaszt, aki kajál, aki beszórakozik, és közben még jól is érzi magát, és legközelebb ezért, ha ezt a fesztivált ugyanezzel a névvel meghirdetem, megint csak eljön és hírét viszi, hogy ez tök jó, akkor oda olyan előadót szeretnék hívni, aki másfél órán keresztül X összegért
olyan ismert dalokat játszik, amit az emberek imádnak, szeretnek, és eljönnek érte. Tudok ilyen feldolgozás zenekart is hívni, ami természetesen olcsóbb, de ha az ő nevüket kiírom, nem biztos, hogy bejönnek az emberek, hiába jól muzsikálnak. Ez nyilván kommunikáció kérdése, és hogyha egy helyi zenekar már régóta működik, és tudjuk jól, hogy ők azok, akik ilyen jól játszanak ilyen dalokat, természetesen arra is elmegyünk. De nagyon fontos, hogy ezek a zenekarok, akikről beszéltünk, a Bikini, az Edda, annó, ugye most jelenleg beszélhetünk egy Hooligansről, sokakról, de menjünk vissza nagyobb nevekhez. Charlie, Damien, Kon Zsuzsi, Zorán, olyan nevek, akik másfél órán keresztül slágereiket tudják játszani, akit mindenki ismer. Természetesen egy vásárlónak, egy megrendelőnek ennél fontosabb nincs, hogy másfél órán keresztül slágereket hallgattathat a közönségével, aki ezért fizet és jól érzi magát, és legközelebb is el fog jönni. Beszélgessünk itt egy főhősről, egy előadóról, akinek borzasztó nehéz dolga van manapság. Neki valamilyen arculatot meg kell terveznie, lábnyomot kell hagynia, és ezáltal tud szimpatikus, unszimpatikus lenni a piac felé. Sugároznia kell valamit, kommunikálnia kell, közvetítenie. Ha egy előadó kiáll a közönség elé, és elkezd kommunikálni, azzal lerakott egy névjegyet, és azt mondta, hogy ez vagyok én. Ez lehet szimpi, vagy nem szimpi. Innentől kezdve, ha erről az útról ő letér, és úgy dönt, hogy egy másikféle arculatát is megmutatja, legyen szó rockzenéről a funky után, vagy tök mindegy, a puzzle darabjai szétesnek. Nincs információm, hogy ez most micsoda. Tehát eddig ez a kép összeállt. Szerettem, tök jó volt. Most ez a puzzle kiesett onnan, egy újabb puzzle össze van rakva, de nincsenek darabjaira van hullva. Nincs konkrét információ, hogy mi történik. És tényleg félre rakjuk ezt az előző példát, ez csak egy példa volt, nem is erről szeretnék beszélni. Az a nagyon fontos ebben az egészben, személyeket félretéve, hogy egy ismert előadóvá válni borzasztó nehéz, főleg szólistaként. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kedves barátom a Péli Barna mellett, a Gájer Bálint, aki amúgy Péli Barnabás tanítványa. Én a Gájer Bálinttal együtt nőttem fel középiskolában, Veszprémben. Ő nem énekelt, én pedig nem basszusgitároztam még. Nagyon jó barátok voltunk. Sok év után, miután leérettségiztünk, találkoztunk Fehérváron a Jazz Konziban, ahol is én Mics Gergőnek köszönhetően látogathattam az órákat. Nem intézményesen, tehát nem jártam oda, de köszönhetően neki belátogathattam különböző órákra. A Bálint pedig szembe jött a folyosón, és közölte, hogy ő énekes lett. És ő elkezdte felépíteni magát. A Bálinttal volt egy formációnk, én nagyon szeretem a Sting zenéjét, és ezért szerettem volna a Stinget egy kicsit magaménak is érezni, az ő zenei világát. Jazzes harmóniákkal átitatva tulajdonképpen újra gondoltuk a Stinget, és a Bálint lett az énekes. Ebből volt egy formációnk, Forever Sting Band. Bálinttal sokáig dolgoztam, mindig is nyavalygott, hogy ő ezt nem akarja, mert ez nem az ő világa, ő nem tud úgy énekelni, és nem is ezt akarja. És így soha nem értettem, hogy mit akar, és megértettem. A Bálint az, aki jelenleg a Gájer Bálint. Ha őt, az ő nevét kiejtjük, mindenki tudja, hogy ő kicsoda. Mindenki tudja, hogy ez a Bublé, Jamie Cullum féle világ, igényes jazz vonal, ami manapság nagyon-nagyon minőségi, kevesebben is hallgatják ezt nyilván, mint mondjuk egy Klassz FM-et, de mégis egy olyan lábnyomot hagyott maga után a Bálint, amit el tudok helyezni valahova a szívemben. Tudom, hogy szeretem, tudom, hogy nem szeretem. Összerakott egy puzzle-t. És amikor én a Bálintot megkérdeztem, hogy szeretné-e újra ezt a Forever Sting Bandet, köszönhetően annak, hogy a Sziget, 3 éve nem játszottunk ezzel a zenekarra, de a Sziget felkért, hogy a Tribute színpadon játszunk egyet. Mondom a Bálintnak, gyere már, énekeld el ezt az egy koncertet. És nagyon örültem, amikor azt mondta, hogy nem. Ez annak köszönhető, hogy a Bálintnak van egy kialakult képe magáról. Tudja, hogy mit szeretne. Tudja, hogy mi a célja. Tudja, hogy kinek akar szólni. És ő nem akar egyetlen egy olyan kis puzzle darabot se elhelyezni a saját puzzle-jében, ami félreérthető. És ami miatt ő kevésbé szimpatikus, vagy egyáltalán nem értelmezhető.
ő Gájer Bálint akar lenni, és ez nem az egójáról szól, hanem elsősorban arról, hogy ő tudatosan építi fel az életét, a produkcióját. Egy énekesnél ez nagyon-nagyon fontos, és itt zárom ezt az énekesi kérdéskört. Ha szeretnél magadról egy kialakult arculatot, képet megmutatni, ahhoz nagyon-nagyon koncepciózusan előre eltervezni tudnod kell, hogy te magad ki vagy. Mit szeretnél képviselni, hiteles vagy-e abban, amit képviselsz, elő tudod-e adni, tudsz-e erről kommunikálni, arról a témakörről, ami te vagy valójában, és tudsz-e annyira hitelesen előadni, hogy az embereknek szimpatikus legyen. Ha igen, akkor működik. Ha nem, akkor pedig nem. Nagyon sok tehetséges, kiváló énekesnő kolléginám van, és énekesek is, akik járják a hajókat. Ez annak köszönhető, hogy elképesztően jól énekelnek, mindenféle stílusban otthon vannak, eléneklik a Whitney Houston-t, a Beyoncé-t, a Shakira-t, mindenféle stílusban énekelnek, de nincs saját egyéniségük, saját kommunikációjuk, saját mondani valójuk. Miért? Azért, mert nem élnek, nem alkotnak, és nincsen saját motivációjuk. Ez nagyon-nagyon fontos, mikor az ember bármit is létrehoz, hogy először is alkosson. Vannak itt zenekarok is, vannak itt szólisták is. Mindenkinél nagyon-nagyon fontos maga az alkotás. Amikor alkotok, akkor létrehozok valamit. Ez a történet létrejött. Zeneileg van egy CD-m. Beszéltünk arról ugye, hogy stílus, tehát maga a hangszerelés létrejött. Nagyon fontos, hogy én, mint egy szám magam, nem biztos, hogy képes vagyok arra, hogy ezt a hangszerelést én úgy felépítsem, és egy olyan arculati térképet nyújtsak az embereknek magamról, hogy ez el is jusson hozzájuk, és értelmezhető legyen. Tehát ez esetben, ha valaki erre képes, és a Jóisten adott nekem egy ilyen lehetőséget, hogy ezt én átlássam, ezért nagyon hálás vagyok, de nagyon-nagyon-nagyon kevesen képesek arra, hogy ezt úgy összefogják és átlássák maguk, hogy ne vegyenek igénybe külső segítséget. Semmi probléma nincs abból, ha az ember leül magával, tisztázza, és tudatosan felépítve egy produkciót úgy áll ez az egészhez, hogy szakembert hív. 80-as években nőttem fel, egy darab mondat maradt meg abból az egész időszakból nekem, dolgoztasson szakemberrel. Cipőt a cipőboltból, stb. Ezek a mondatok azért fontosak, mert manapság azon viccelődünk egy gitáros kollégámmal, hogy nem mer beszólni egy taxisnak, mert nem tudja, hogy jövőre éppen őt kell kísérnie, mint énekest. A postás akar műteni, az orvos akar gitározni, a jogász szeretne teniszezni. Zseniális dolgok vannak az életben. Ezt el kell döntenie mindenkinek. Alkalmas-e arra, hogy ő egymaga felépíti a saját arculatát? Ha nem, akkor nézzen tükörbe, üljön le, szánjad időt saját magára, és döntse el, hogy ő alkalmas-e arra, hogy egy image, egy arculat kialakításában ő felépítő emberként felelősséget vállalva magáért, vagy egy egész produkcióért, ebben döntést hoz-e. Ha igen, akkor örülünk, és akkor viszont vállalja a felelősséget a kudarcokért és a sikerekért is. Ha nem, akkor mi akadály annak, hogy egy külső segítséget igénybe vegyünk? Vette már valaki igénybe közületek bármikor is külső segítséget a saját arculatának kialakításáért? Igen. Mi volt ez például? Tök jó. De hozzá kell tenni, hogy nekem a szakember hívásával sokszor az a problémám, hogy nem tudom megfizetni. Mert még nem tartott ez az egész, hogy még anyagi dolgok. Volt egy emberi kapcsolatunk, amiért azt mondtam, hogy ezt és ezt tudom majd adni érte, és azt mondja, oké. De az tény, hogy nem volt rá anyagi, csak a humán, hova lyukadtunk ki? Hova lyukadtunk ki? A pénzhez. Hogy tudok pénzt csinálni?
De mit csinálok? Mondjuk ki, mit csinálok? Alkotok. Dolgozom. Dolgozom rajta. Elindul egy gondolati sík. A gondolat a legminimálisabb energia, ami elkezd bennem valamit megmozdítani, ami utána verbálisan megnyilvánul, vagy akár fizikai mi voltja is megnyilvánul egy cselekedetben. Ehhez alkotnom, dolgoznom kell. Nem ülhetek a seggemen. Semmi értelme otthon nyöszörögni és várni arra, hogy valami történjen. Meg kell keresnem a grafikust. Őt úgy nem kereshetem meg, hogy nem tudom, mit akarok. Ő egy szakember. Ő grafikailag megtervezi azt, hogyha te elmondod, hogy neked ez az elképzelésed ilyen színekből, ezt szeretnéd kommunikálni, ilyen logót szeretnél bele, közvetíteni szeretnél. Ő szakember. Ő fugázni fog neked a kecódban, mert nem tudod, hogy kell fugázni. És ő jobban megcsinálja. Ezért fizetned kell. Teljesen evidens. De ehhez alkotni kell. Az alkotásod fog neked pénzt hozni. Szerencsére vannak ilyen lehetőségek, mert hogy itt ülünk a Cseh Tamás program keretein belül, ahol van lehetőség arra, hogy egy első lemezes zenekar, szólista, előadó pénzhez jusson azért, hogy alkothasson végre. Ha nem Cseh Tamás programról beszélünk, hanem csak a Nemzeti Kulturális Alapról, alkotói pályázatok vannak. Nem teljes lemezre, nem arra, hogy kialakítsunk honlapokat, imidzseket, arculatokat, alkossunk, alkotói pályázat. Rendszeresen ki van írva, elérhető, oda kell menni, és el kell hozni azt a pénzt, mert van. Meg tudja teremteni az ember, ha pedig nincs rá lehetősége, és nem napi 8 órában dolgozik azért, hogy utána befektessen az énekesi karrierjébe, akkor pályázni kell. Tök jó lehetőségek vannak. Nagyon sok lehetőség van. Oda kell menni, körül kell nézni. Sok ilyen pályázati elnökségben ülök, és sokszor van az, hogy különböző sok százmillió forintot kell átcsoportosítani azért, mert nem érkezik be pályázat. És most nem mondom el a régióját, sem a nációját annak, hogy ki milyen területre nem ad be pályázatot, miközben van pénz. Csak nem adják be az emberek. És akkor megkérdezzük a szembejövő ismerőst, aki erre a pályázatra amúgy alkalmas lenne, hogy te miért nem pályáztál? Hát én nem értek ehhez. Hát én nem tudtam erről. De én miért tudok róla? Soha életemben nem hívott fel senki, hogy Perci, gyere már, itt van Lé. De ilyen nincs. Vagy érdekel, és létre akarom hozni, és addig megyek, amíg létre nem hozok valamit, vagy nincs. És nem is lesz. És akkor otthon nyöszörgök, meg elmegyek hajóra muzsikálni. Van arra is lehetőség, és nem gondolom, hogy azok az emberek boldogtalanok. Én hiszem azt, hogy ezek az emberek boldogan el vannak ott. És tök örülök nekik, hogy legalább abban a boldogságokat megszerezték. Mindenki megtalálja a saját helyét. Aki itt ül, azért ül itt, mert érdeklődik az iránt, hogy magával mit tud kezdeni. Én ebben igyekszem segíteni, olyannyira, amennyire én magam is tudok érvényesülni, senki más által, mint magam által, illetve köszönhető ez a csodálatos családomnak és a gyerekkoromnak, amit sose tudok elfelejteni, mert abból élek. Azért mosolygok, azért vagyok kreatív, azért alkotok. Mert ezt kaptam otthonról. És ez nem mindenkinek jut. Sajnos. Bár csak jutna mindenkinek, vagy adhatnék ebből. De tök jó lenne, és erről érdekes, hogy meg is ihletett, és írtam erről egy dalt. Mivel basszusgitáros vagyok, az volt a dal címe, hogy bárcsak mindenkinek a basszusgitár lenne a napsütése. Miért? Azért, mert mindenki azt mondja, hogy elmegy külföldre. Mert ott nem, itt nem boldog. És azt kell mondjam, hogy addig, amíg belül nincs boldogság, addig teljesen mindegy a helyszín. Mindenhol lehet az ember boldog, és mindenhol lehet boldogtalan. Addig, amíg a saját egyensúlyunk nincs meg, a saját alkotási kényszerünk, a saját... motivációnk arra, hogy sikeresek legyünk, hogy elégedettek legyünk, hogy működhessünk, addig tök mindegy, hogy hova megyünk. Nem fog működni az élet. És ez tényleg csak rajtunk múlik, hogy oda megyünk-e a pályázatért, kapunk-e rá pénzt, ezáltal mivel alkottunk, jogdíjhoz jutunk, koncertjeink lesznek, és ezeket a pénzeket elrakhatjuk zsebre, ha rövid távon gondolkozunk. Ha hosszú távon gondolkozunk, ezeket a pénzeket visszaforgatjuk az életünkbe. Tehetségkutatókban
sokat dolgoztam, dolgozom a mai napig. Tudunk-e neveket felsorolni, akik a mai napig fennmaradtak? Bármilyen tehetségkutatóról beszélünk az elmúlt 15 évben. Rúzsa Magdi, igen. Tóthver, Karamell. Alá Gergő. Tehát ezek közül ki az, aki arénát megtölt? Jó. Rúzsa Magdi. Menjünk tovább még. Gáspár Laci, igen. Vastagék. Radics Gigi. Ezek az emberek csak előadók? Szerzők. Ezek az emberek szerzők. Vagy szöveget írnak, vagy zeneileg hozzányúlnak valamihez. Teljesen mindegy, hogy jól vagy rosszul. Tök mindegy, tegyük félre, üzletileg fogjuk fel. Fektetnek-e ebbe energiát? Abszolút. Tehetségét fektetnek ebbe bele. Ehhez értenek. Nem akarnak napi 8 órában kapálni. Ezért a talentumot, amit kaptak, szeretnék megforgatni. Ez a befektetésük. Semmi más nem tudnak befektetni. Nincsenek millióik, nincsenek bankszámláik Svájcban, nem tudnak sehol pörgetni pénzt. Tehetséget tudnak pörgetni, abból pénzt kivenni. Ezt csak alkotással, munkával tudják megtenni. Természetesen ezeknek az embereknek szükségük van arra, hogy valaki fogja a kezüket. Legyen szó egy menedzserről, legyen szó egy zenekarról, legyen szó egy hangszerelőről. Mit csinálnak? Dolgoztatnak szakemberrel. Ők segítenek nekik abban, hogy valaki legyen belőlük. Nem minden a tehetség. Egyetlen egy dolog számít ebben a szakmában, és az a kitartás. Lehetsz tehetséges, énekelhetsz ugyanúgy hajókon. Tök jól. Semmi más nem érdekes, csak a kitartás, és az, hogy alkosson, gondolkozzon, cselekedjen az ember. Az arculat létrehozásában is ez a legfontosabb. Senki más nem fog helyetted gondolkozni. Neked kell a saját arculatodat létrehozni, és mellette az imidzseden is gondolkozni. Sokan mosolyognak ezen a témakörön. Tehát nem hiába vagyunk most ennyien, és nem egy arénában beszélgetek emberekkel. Mert sokan megmosolyogják az image kérdéskört. Vagy egyáltalán az arculati tényezőt. Mert ők úgy gondolják, hogy ez egy hülyeség. Őszintén kiállok, aztán majd fasza lesz minden. Működhet. Kérdezem én, jelenleg a Tankcsapda zenekar, ha megalakulna, működne? Nem tudhatjuk, tehát nem lehet kimondani, hogy nem. De az a produkció egy adott időben, egy adott helyen kommunikált. Őszintén, hitelesen. Előállt, elkezdte a magáit magyarázni. Összerakott egy puzzle-t, aminek nem hiányzott egyetlen darabja sem. Őszinte volt, hiteles volt, és elkezdett működni. A mai napig működik. Ebből élnek, nagyon ügyesen csinálják, és azon kívül, hogy nyilván az idő változik, tehát nekünk is át kell alakulnunk. A foci csapatok sem egy taktika szerint játszanak minden évben. Az edzők is változnak. Át kell alakulni. Én azt szoktam mondani, és ez a Gitánó Laci barátommal való beszélgetésem eredménye, hogy tök jó dolog víznek lenni. Idomolni. Átvenni különböző formákat. Alakulni úgy, ahogy az adott helyzet alakul. Lehet ezt csökönyösen, kockaként is működtetni, csak egyszerűbb saját magunknak egy ilyen vízformát fölvenni, és úgy alakulni, ahogy az adott piac megköveteli. De tehetjük azt is, hogy mi magunk alakítjuk a piacot. De azt gondolom, mi, akik itt ülünk ebben a kis teremben, nem biztos, hogy alkalmasak vagyunk arra, hogy egy piacot alakítsunk. Igen, figyelek. Igen. Őszinte leszek önhöz, soha életemben nem írtam pályázatot, de mindet megnyertem.
Mi az oka? Nem vagyok szakember. Nem bízom magamban ilyen téren. Tisztáztam, leültem magammal és átbeszéltem. Berci, alkalmas vagy erre? Lehet. Már nincs rendben a puzzle. Van időd erre? Nincs. Összeborult a puzzle. Nem vagyok alkalmas arra. Nem azért, mert hülye vagyok, buta vagyok, vagy nem értem a kiírást. Nincs időm. Hála a jó Istennek, nincs időm ezzel foglalkozni. De ha pénz ott van, el kell menni érte. Kire bízom? Szakemberre. Vannak pályázatíró emberek. Mindenki tud segíteni, mindenki szívesen segít. Miért segít? Visszakanyarodunk. Mert pénzt kap érte. Miért? Mert én is pénzt kapok. Azért, hogy alkothassak. Ez ennyire egyszerű. Ennél sokkal bonyolultabb dolgok vannak az életben, amivel az ember nem foglalkozik. Ha saját magával foglalkozik, akkor időt szánt magára, eldönti, hogy alkalmas-e. Ha nem, akkor meg felhív valakit, bevonja ebbe a témakörbe, és elkezd pályázgatni. Igen? Nagyon fontos az, hogy mindenféle téren vonjunk be szakembert. Tegyük föl, van egy pályázatunk. Menjünk most a Cseh Tamás programra, ahol köszönettel tartozom azért, hogy mentorként is részt vettek a programban. Tehát foglalkozhatok zenekarokkal, tehetséges zenekarokkal. Részt vehettem ezeknek a zenekaroknak a kiszűrésében, hogy ki az, aki érdemes arra, hogy pénzt kapjon az alkotásáért. Ki az, aki saját dalokkal rendelkezik, aki alkot, aki nem csak feldolgoz, átdolgoz, hanem beletesz energiát, dolgozik, szeretne magáról hírt adni. Ezért kér pénzt. Ebben részt vehettem. Nagyon csodálatos érzés különben, mert zseniális előadók vannak, zseniális fiatal, friss, ropogós, alkotni vágyó, mondani valóval, kisugárzással rendelkező produkciók vannak. Tök jó ezekkel dolgozni. Van lehetőség arra, hogy ezek megíródjanak, ezek a pályázatok. Mégis jöhetnek problémák. Például kapok 2 millió forintot az első lemezemre. Magánszemélyként le kell vonjuk az áfát ebből. De ha hívok egy szakembert, és cégként pályázom, akkor már kapok 2 millióhoz egy áfát is. Teljesen más 1,5 millióból egy lemezt összerakni, meg 2 plusz áfából. Ezeken is el kell gondolkozni. Mindig ki kell tűzni egy célt. Ha megvan a cél, akkor ahhoz kommunikációs csatornákat kell választani. A pályázatok mellett mehetünk másik irányba, rádiós játszásba, Facebook kampányba, YouTube-ba, tök mindegy, milyen irányba megyünk. Mindig kell egy cél. Ha van célja az embernek, akkor elkezd azon dolgozni, hogy az működjön. Miért veszünk igénybe Facebookot, YouTube-ot? Miért akarunk rádióban hallatni magunkról? Miért használjuk ezeket a dolgokat? Mi a célunk ezzel? Kommunikáljunk a közönséggel. Van-e értelme egy jelenleg ritmikus strandmetált játszó progresszív rockzenekarnak Klassz FM-es játszást erőltetni? Miért? Mert az a közönség, aki a Klassz FM-et hallgatja, akit amúgy tisztelek, ha ezt nézik, nem megy koncertekre, nem vásárol CD-t, és nem költ arra, hogy ő szórakozzon. Ő elmegy az ingyenes rendezvényekre, amik sörfesztiválok, államilag vagy önkormányzatilag támogatott rendezvények, ahol megnézi a Radics Gigit, ahol megnézi a Király Viktort, sokakat, akiket ezekre a fellépésekre elhívnak, hiszen nevek. Kifizetik őket, ők örülnek, közönség örül, hogy ingyen megnézte, majd oda megy fotózkodni, és örül vele együtt, hogy találkozhatott a Király Viktorral, vagy a Radics Gigivel, vagy bárkivel, Nikolásszal, mehetünk sorba-sorba. Vajon ezek az emberek, ha megírnánk egy plakátra Radics Gigi, Király Viktor, Nikolász, mehetek sorba a nevekkel, koncertet Puszta Szent Borzasztón. Felállnának-e az asztaltól, pénztárcájukat elővennék-e, elmennének-e a koncertre, vásárolnának-e egyet, ott fogyasztanának-e annyira, hogy rentábilis legyen a rendezvény,
és vennének egy CD-t az előadótól, ne talántán menjünk tovább, merchandise bögrét, merchandise pólót, stb., ami a zenekarnak bevételt hozhat, amiért ezt az egészet csinálja. Nem. Mert nem az a kommunikációs csatorna a közönségemhez. Mi a cél? Hogy eljussak a közönségemhez. Vizsgáljam meg a saját közönségemet. Tervezzem meg az arculatomat. Ha megvan az arculatom, tudom, hogy kihez szólok. Akkor hozzá egy megfelelő csatornát kell találnom. Fölösleges ellövöldöznöm a Facebook kampányt is, a YouTube-ot is, mert lehet, hogy mulatosként fölöslegesen reklámozok a Facebookon, hiszen a nagymamák nem néznek Facebookot. És akkor egyszerűbb a Muzsika TV-be elmennem 3 dalt elénekelni, és már is megyek a hétvégi virsli-vurslira. És van lóvé, és örül mindenki. Nagyon fontos, hogy megjelöljük a célokat. Nagyon fontos, hogy az arculat kialakuljon. Ez csak és kizárólag magunk érdekében kell meglépnünk ezeket a lépéseket. Kell-e most nekünk szünetet tartani, vagy bármi ilyesmi? Kati kiment. Bírjátok még, vagy tartsunk egy kis szünetet? Bírjuk, jó. Oké. Okay. Abszolút. Ez most lemezeladásos merch, vagy inkább póló? Vannak kialakulva külön cégek erre kifejezetten. Tehát vannak cégek, akik csak merchandise-zel foglalkoznak, több ismerősöm is. Így van. Nagyjából igen. Most nem zenekarról beszélünk, magáról a cégről, aki a merch-eket legyártja, árulja interneten, kiküldi, postázza, stb. Ilyen cégek léteznek. Abszolút, hát ebből élnek. Ebből élnek. Csak mellettem nyilván van más vállalkozásuk, és aztán tologatják jobbra-balra a pénzeket. Nyilván ez így működik. De van ilyen. Tehát van cég, aki ezzel kifejezetten foglalkozik, meg lehet őket keresni, felrakni. Az már az én dolgom, hogy a kínálatban megjelenő cikkem elfogjon. Az nem a merch gyártó cégé. Ő fölrakja, elérhetővé teszi, legyártja. Reklámot nem kérhetek tőle, az a cég nem a reklámcég. Senki más nem fog ezért dolgozni, csak én magam, vagy ha felkérek egy reklámcéget. Egyetlen egy igazán jó merch árusító helyszín van, az a koncert. A koncerten fogy a CD, mert ott megszeretnek, ott hozzám kötődnek, ott odajönnek, beszélgetnek, és ciki nem megvenni a CD-met. Ott adok ajándékba egy bögrét, akkor már a gyereknek is kell, és elindul egy bizniszvonal. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Az internet egy kézzel foghatatlan történet, amin klikkelgetek. Rendszeresen vásárolok az interneten ruhát, technikai eszközöket, amit nem fűződik hozzá, semmiféle érzelmem. De én CD-t életemben nem vásároltam interneten, nem vásároltam személyhez kötődő olyan dolgot, ami... De ha elmentem a Dirty Loops koncertre Fehérvárra, én ott szerettem volna CD-t vásárolni. Én ott szerettem volna fotózkodni az előadóval, mert egy jó élmény. Egy tök jó élmény ott pólót venni tőle, és fölvenni, és visszaemlékezni arra az eseményre. Ez egy személyes kontakt, így van. Lett volna egy kérdés. Abszolút, de hogyha itt az Artisziusos kollégina itt van, ő azt hiszem alátámaszthatja azt is, hogy jelenleg jogdíjban elsősorban a koncertjogdíjak működnek jól. Mértékét tekintve igen, ez volt a válasz. Tehát minél több koncertet adok, minél jobban lejelentem a saját dalaimat, annál könnyebben jut el hozzám a pénz is, és ez ugyanúgy az a saját imidzsemnek, az arculatomnak a fontos része. Pénzt kell csinálnom. Úgy tudok csinálni pénzt, hogy foglalkozom vele. Senki, sem a leaszkiadó, sem a menedzsment,
sem a zenekar dobosa nem fog foglalkozni a koncertlejelentésekkel. Én magam foglalkozom ezzel, másfél évre visszamenőleg le tudom jelenteni a koncertjeimet, és ezekről, hogyha bármiféle pénz beérkezett az Artisiushoz, már eljutnak hozzám, mert én magam lejelentettem. Arra ne várjak, hogy egy fesztivál lejelenti frankón az én adatlapomat, mert ő egy általányt fizet be, aztán abból felosztanak pénzeket az adott létszám négyzetméter alapján. De az nem osztható fel, hogyha én hiteles adatot nem közlök, és nem segítek az adott cégnek, aki ezt a pénzt felosztja, hogy eljuttassa hozzám a pénzemet. Ebből alakulhatnak ki függőszámlák, vagy ott maradt pénzek, amiért az ember nem jelentkezik. Ezeken mindig csak mi magunk tudunk segíteni, senki más. Az Artisius, az EI, bárki nem tud megkeresni olyan embert, akiről nincs információja. Nem tud felosztani egy beérkezett pénzt egy olyan dalra, ami nincs lejelentve. Ezeket csak mi magunk tudjuk megtenni, ezeket a lépéseket. Én nagyon sok időt eltöltök ezzel, és megvan a gyümölcse. Nem élek kacsalában forgó várban, mégis egy ajándéknak fogom fel minden évben a májust és az őszt. Mert kapok egy kis pénzt, és tök jó érzés. Ajándékot kaptam. És ez nem a fizetésem, ez én nagyon fontos, hogy ne úgy álljunk ehhez hozzá, hogy ez a fizetésünk. Ez jár, ezt elhozom onnan, de ezért én dolgoztam. Viszont minden nap máson dolgozom, minden nap másért kapom a fizetésemet. Sosem úgy állok az EI-hez, meg az Artisiushoz, hogy döngetem az ajtajukat, mert elégedetlen vagyok. Én mindig elégedett vagyok. De azért, mert én elvégzem a munkámat, és úgy gondolom, hogy ha én jól végzem a munkámat, akkor ők megjutalmaznak ezzel. Én elégedett vagyok. Igen? Bármi. Alkotni kell, igen. Hát csak előadó művész. Hát előadói jogdíj van, mint olyan, és ezzel foglalkozik az előadói jogvédő iroda. Erre pályázatokat, előadói pályázatokat kiírt régen az EI. Ez ugye megváltozott. Azért pályázhatunk jelenleg az NKA-nál, mert minden pályázatot úgy döntött valaki, hogy nem külön pályázhatok az EI-nél is, az Artisiusnál is és az NKA-nál is, hanem ez csoportosult egy NKA-os pályázati kiírásban, és jelenleg nem tudunk pályázni már az Artisius alapítványánál, Malek Mikiéknél, pedig imádtam, nem tudok pályázni az EI-nél, nem tudok tőlük mondjuk kamatmentes hitelre hangszert vásárolni, amit eddig megtehettem, mert megszüntették. Egy cégnél tudok pályázni, ez az NKA. Ez van. Ettől függetlenül a pénz ugyanúgy oda kerül, és ugyanúgy kiosztják, csak oda kell érte mennem, és kicsit bonyolultabb a folyamat. Ez pontosan nyilvánvaló annak köszönhető, hogy szerették volna egy kézben tartani ezt az egészet, és felügyelni, hogy ne szórjunk ki olyan pénzeket, amik lehet, hogy a Józsinak kiszóródnak, mert éppen haver. Gondolom, ezt ők így gondolják. Természetesen ez nem így működött régen, és az is lehet, hogy igen, de ehhez semmi közünk, úgy gondolom. Nekünk egy dolgunk van, magunkat felépíteni, pályázni, oda menni a pénzért, aztán alkotni vidáman azon a pénzen, amit kaptunk ajándékba. Igen? Abban milyen alkotás van, hogyha én magam előadok valakinek a művét jól? Alkottam? Vagy csak a tehetségemet felhasználva más művét előadtam jól? Az alkotás? Én nem tartom alkotásnak azt, hogy az ember kiáll és elénekli a Beyoncé dalát ugyanazon a hangszínen, ugyanazzal a hangerővel, ugyanazzal a kisugárzással, mert az a Beyoncé. Azért ő érdemel pénzt,
ő alkotta, ő hozta létre, és az ő tehetségét kamatoztatta. Ha valaki magában felfedezi a Beyoncé-t, létezik, csak azért megint kimondtuk, a Beyoncé jár jutalom a Beyoncé-nak, nem nekem, mert én nem vagyok a Beyoncé, valljuk be őszintén. Szövegileg is. Hiába adom elő valakinek a versét. Szerintem borzasztó boldogak lehetnének a gyerekek most általános iskolában, hogy a József Attila versekből hakniznának. Zseniális lenne, nem, hogy kiosztanának jogdíjat gyerekeknek, mert gyönyörűen szavalnak a versenyen. Miért járna nekik ezért pénz? Nem alkotnak. Hát arculatot fel tud építeni az ember bármire. Tehát simán tudok magamból egy idiótát csinálni. Most megcsinálom. Kérdés, hogy van-e rá igény, és hogy ez a saját alkotásom-e. Tehát azt gondolom, kit mondjak példaként? Nem is tudok. Tudunk olyan példát mondani, aki csak előadó és sikeres? Más dalaival, és kurva jól működik, és befektet energiát, és... van ilyen? De ki ez? Mondj egy példát erre. Hogy? Micsoda? Igen, de a zene és az alkotás az kettő. Az artisztus jogdíjakat kétféleképpen tudod felvenni, illetve lejelenteni a művet is. Szerzőként akkor is szerző vagy, ha gitározol a dalon, mert hogy te szerezted gitáron a dalt, és arra írodott szöveg. Ez ketté osztódik. Ez százalékos arányban meg kell jelölnöd, amikor lejelented a dalt, hogy te zeneszerző vagy szövegíró vagy a dalban. Zeneszerzőként társszerző is lehetsz, tehát nem kell neked az egész dalt írni, lehet, hogy csak az énekdallamot írtad, ezért kapsz mondjuk 5 vagy 20% jogdíjat a 100%-os jogdíjból, 60 a szövegírói, a 40% zeneszerzői jogdíjat meg elosztod a haveroddal. Ilyen van. Ezáltal a Cseh Tamás is zeneszerző. Tessék? Persze, de ez a lényeg, hogy te hozzáteszel. Tehát mit csinálsz? Alkotsz. És nem a Beyoncé dallamát énekred rá arra a dalra, hanem egy saját dallamot alkotsz. Az tök mindegy, hogy te már motiválva vagy más által, de te írtad, és nem felfedezhető ugyanaz a dallam vagy szöveg a művedben, mint amit már más előtted lejelentett. Én azt gondolom, hogy több műfajban két okból lehet működni. Az első az a lehetőség, amivel én is élek. Én a zenét kommunikációnak fogom fel. Én azért kezdtem el latinul zenélni kubaiakkal, és egy 3-2-es klávét megérteni, hogy miért üti a kubai kongás, hogy én tudjak vele kommunikálni a hangszeremmel. Azért kezdtem el rockzenét játszani, mert azt szerettem, és az érdekelt, és abban megélhettem mindent. Akár a Blackout, akár a Stonehenge, akár a Belmondo, akár a Kowalski meg a Vega lemezein, akikkel együtt dolgozhattam, és zenekari tagként ott lehettem. Tök érdekelt, maximálisan motivált, érdekelt. Kommunikáltunk, csináltunk, alkottunk, tök jó volt. De nem elégített ki. Mellette érdekelt az, hogy a Charlie-val, hogy lehet muzsikálni, érdekelt az, hogy a Hobóval milyen megtiszteltetés muzsikálni, egy Zsédával, egy Szekeres Adriennel, és menjünk tovább akár a Tátrai Tibuszra, sokakra, akikkel sikerült együtt muzsikálnom. Nem azért, mert Hackney király akartam lenni, és a biográfiámban egyre több nevet akartam látni, hanem kommunikáció a szeretett nyelvem. Én az az ember vagyok, aki kommunikációra és érintésre tud elégedettséget, boldogságot érezni. Ezért elkezdtem mindenféle zenei stílusban játszogatni. Azért, mert nekem ez a nyelvterület nem volt elég. Akartam angolul is, spanyolul is, portugálul is beszélni emberekkel, mert szeretek utazgatni különböző országokba. És ha oda utazom, és csak magyarul próbálok kommunikálni, egyedül maradok. Tehát az egyik út az, amit én is jártam zenében, és ami miatt most is itt ülhetek, hogy csináltam 72-féle lemezt eddig, 72-féle stílusban. Azért, mert érdekelt és kommunikáltam vele, de közben alkottam, nem csak valamit eljátszogattam. Tehát ez mind alkotói tevékenység. És van a másik, amikor az ember nem alkot, hanem előad. Mert jó énekes, mert kapott egy tehetséget, és le tudja utánozni
a Whitney Houstont, a Shakirát és a Beyoncé-t. Most mondtam valakit, mint énekesnő. Az is egy lehetőség, hogy az ember ezt csinálja, és előadóként előadja magát. De hosszú távon, visszakanyarodva, és akkor most rámegyünk a szólistákra. 2X faktort rendeztem zeneileg, most a Got Talent-et csinálom, közben az énekiskolájának a zenei arculat kialakításában dolgoztam a Rakoncai Viktornak köszönhetően, és ott zenekarozunk. Azt látom, hogy ha van egy előadó, aki alapvetően jó énekel, és megkérdezi tőlem, hogy én, mint zseniális előadó, menjek-e egy ilyen tehetségkutatóba, akkor én azt mondom neki, hogy figyelj, persze. Mi a cél? Az a cél, hogy te ismert legyél, és pénzt keressél, és mások dalaival haknézva egy évig pénzt keressél. Ha azt mondja igen, csináld. Egy éved van benne, mert jön a következő széria. Előadóként nem tudsz más csinálni, és van egy éved erre. Tök sok pénzt tudsz elkeresni. De utána nem történik veled semmi, ha ugyanezeket a dalokat fogod énekelni. És hosszú távon ennek semmi értelme. Annak van értelme, hogy azokat az embereket, akiket végig soroltunk, Karamell, Rúzsa Magdi, és sorolhatnám, ezek az emberek elmentek egy tehetségkutatóba, mert volt mondani valójuk. Alkottak, szerették volna magukat megmutatni, és miután vége ennek az egésznek, és tök mindegy, hogy megnyeri vagy nem, nem arról szól ez az egész. Ő egy kommunikációs csatornát keresett ahhoz, hogy a saját alkotását interpretálja, nagy közönség elé tárja. Ehhez a legnagyobb televíziós csatornák egyikét választotta. Tök mindegy melyiket. Alkotásáról hírt adott. Egy egész puzzle kerekedett ki. És abból a vevő el tudta dönteni, hogy ő ezt szereti, vagy nem szereti. Mivel szerette, és tovább dolgozott ez az ember, dalokat szerzett, hiszen felsoroltak Rúzsa Magdi, Karamell, stb. Gáspár Laci. Ezek dalszerzők. Ezek befektetnek energiát, alkotnak, létrehoznak lemezeket, és a közönségnek információt adnak át, közvetítenek, kommunikálnak. Nem csak jó előadók, jó zeneszerzők. És ezáltal jogdíjat termelnek, koncerteket termelnek, a koncertekből, CD eladásokból jogdíjhoz jutnak, amit vissza tudnak forgatni a következő alkotásaikba. Ezáltal ők évekig fent tudnak maradni. Legyen szó egy Republikról, legyen szó egy Hooligansről. Ezek saját szerzeményeket játszanak. Ezek nem feldolgozás zenekarok. Párhuzamot lehet vonni az előadó és a zenekarok között is ugyanígy. Hiába jó előadó valaki, lehet ebből kamatoztatni, és csak a tehetségen alapulva az ember kiállhat közönség elé, és tud ezzel pénzt keresni. De hosszú távon belefásul abba, hogy más dalait énekli, és belefásul abba, hogy ebből adott esetben tud keresni egy este 30 ezer forintot. Van zeneszerzője, van szövegírója, színésznő, több lábon áll. Nem az történik, hogy az életét felrakta erre, és csak ezt csinálja, úgy, hogy nincs mondani valója. Van mondani valója. Van kisugárzása, foglalkozik mással is, befektet energiát. Tehát ő egy... De nem, nincs is vita, beszélgetünk. Mondjál még valakit. Bocsánat, azt ne, bocsánat, elnézést, csak közben azt ne felejtsük el, hogy az ő... Bocs, csak még visszakanyarodva az Ildihez, ne felejtsük el, hogy az ő férje volt a Kicska Laci, az Edda basszus gitárosa. Tehát ezt itt tegyük közben zárójelbe. Igen? Bocsánat, Kondzsuzsi egy csodálatos ember, akivel az EI elnökségi ülésein ülhetek, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ismerhetem őt személyesen. Mikori előadó ő? Jelenleg Kondzsuzsa, Cseh Tamás, Bródi, bárki, ha létrehozna egy művet 2015-ben,
működne? Azt mondom, hogy ezek az előadók nincsenek 2015-ig. Jelenleg ezek az előadók, ha felépítenének valamit magukról, működnének szerinted? 5 évente a búcsukon, igen. Csodálatos emberek. Nekik volt lehetőségük abban az időben felépíteni valamit. Ők létrehoztak egy puzzle-t szakemberek segítségével. És ez a puzzle működött. Kíváncsiak voltak rájuk az emberek olyannyira, hogy a mai napig teltházas koncerteket adnak. Zseniális körülmények között, zseniális zenészekkel, zseniális szövegekkel, zseniális mondanivalóval, előadásmóddal, kisugárzással. Ezt ne felejtsük el. Hogy ők bár nem most alkotnak, mégis most is alkotnak. És hagynak lábnyomot maguk után. Tudjuk, hogy ki a Konz Zsuzsa. Tudjuk, hogy miről beszél. Tudjuk, hogy milyen dalt énekel. Ez a fontos. De közben tudjuk-e, hogy azok a zseniális énekesek és énekesnők, akik jelenleg Karib-tengeren vagy Norvégiában hajókáznak, mit énekeltek és mi a nevük? Ez az előadóművész és a szerző közti különbség. Konz Zsuzsi nem csak egy előadó. És a Keresztes Ildi sem. Igen? Nem biztos, hogy alap a kotta ismeret. Ha elém raknám most ide egy kottát, el tudnám mondani, milyen hangnemben vagyunk. Nagyjából mondjuk egy 5 perc fejtegetés után el is tudnám neked játszani. De real time nem tudnám neked elolvasni. Itt ülök. Nem kottát írunk. A kotta az egy lehetőség arra, hogy az ember jegyzeteljen. Ez jelenleg nekem a jelenlegi meeting kottája. Szakembert hívok ahhoz, hogy ő lekottázza a saját dalaimat. Bocsánat, manapság a szakember ő. Ő a szakember. Tehát jelenleg, ha én ide bepötyögök egy dallamot, azt egy gomnyomással kinyomtatja nekem kottában. Nem ezt mondtam, egyáltalán nem erről van szó. Attól függ, hogy mi a cél. Mit szeretne az ember? Szeretne kiváló muzsikus lenni, kortárs zeneműveket létrehozni, alkotni, szakmailag elismertnek lenni, és közben nagy közönség elé is tárni a műveit. Létezik ez? Jelenleg ez a halmaz? Van olyan előadó jelenleg ismereteink szerint 2015-ben, aki real-time kottát olvas, képbe van az összhangzattannal, közben kurva jó előadó, zseniálisan néz ki, jó az arculata, rendben van anyagilag. Van ilyen? Péli Barna kiváló zenész, kiváló tanár, kiváló, mindent tud a zenéről, amit kell. Jó, érdeklődöm csak, és semmiféle párhuzamot, még főleg, hogy videófelvétel készül, és személyeskedés ne legyen ebben. Tehát részemről nincs, kérdéseket teszek föl, attól függetlenül, hogy én erről mit gondolok. Péli Barna és Kovács Ákos között látsz-e különbséget? Megyek tovább, és akkor még durvább, félreérthetetlen információt közlök. Lukács Laci és Péli Barna között van-e különbségünk? Kottaolvasásilag, zeneképzésileg és jelenlegi sikerek tekintetében. És azért utálom ezt, most ki kellett mondanom a Péli Barna nevét, akit tisztelek, imádok, szeretek, és szerintem egy zseniális ember, zseniális előadó. Csak feltesztek kérdéseket, és példákat kell hozni. És most említetted a Péli Barnát, azért is mondom ezt, csak azért, hogy ne legyen ebből félreértés, vagy ha ez kikerül a netre, ne legyen ebből semmiféle olyan probléma, mert nincs baj ezekkel a dolgokkal. Beszélgetünk Alessz Suzanne-ben arculatokról, emberekről, előadókról, lehetőségekről, amiket ugye most mi történik? Mi történik most? Beszélgetünk egy arculatról. Mondom nektek, hogy mi az arculat megfogalmazása. Nem más, mint a cég különböző megjelenésének formáinak összessége, legegyszerűbben úgy képzelhető el, mint egy kirakós játék. Az arculat kialakításában nagy szerep van a grafikának, vagy a grafikusnak. Az imázs, az pedig már nem ilyen konkrétan megfogható dolog,
egy belső kép, ami a vevő fejében kialakul magáról, a cégről, márkáról vagy termékről. Azt mondhatjuk, hogy olyan, mint a vevő észlelése vagy megtapasztalása által letapogatott képzete. Mi történik most? Ti vagytok azok, akik visszajeleztek. Ti vagytok a vevők. Monitoroztok. Nekem, egy előadónak, bárkinek. Tehát most az történik, hogy kezdjük el megfogalmazni az arculatot és az image-et, anélkül, hogy ezt tudatosan tennénk. Mégis emberekről beszélünk, akiket idolként, képként, image-ként kezelünk, és próbáljuk a saját arculatunkra rávinni, vagy ráfektetni, vagy párhuzamot vonni ebben. Van erre lehetőségünk, ezek az image-ek tetszenek nekünk, vagy nem tetszenek. Ezek az arculatok tetszenek, vagy nem tetszenek nekünk. Azon érdemes elgondolkozni, hogy ezek miért működnek, miért nem működnek. Attól függetlenül, hogy személyre szabnánk. Elmondom neked, az a különbség, hogy alkotóból hányan vagyunk regisztrált Artisus tagok? Jó. Sokan, az mennyi az a sok? Alkotó, regisztrált tag, 4000. Az a legtetejebb, bocsánat, inkább 2000-et mondanék. Ebből jelenleg, aki igazán jogdíjhoz jut, és az alkotásaiért nagy összegeket kap, az mondjuk 50 szerző, és mondjuk ezt kibővíthetjük 250 szerzőre, aki tényleg igazán a jogdíjaknak a nagy részét zsebre teszi. Az összes többi vagy nem is megy érte, vagy nem is tud róla, és ezekben a szerzőkben nem zeneszerzők vannak, ugye vannak szövegírók, vannak írók, vannak komoly zenei szerzők, hangszerelők, sokféle szerző létezik manapság. Sokkal kevesebb szerző van, mint előadó. Jelenleg a teremben hány szerző van, tegye fel a kezét. Hány előadó van? Előadóból rengeteg van. Szerzőből kevés. Alkotó emberből kevés. Jó és kiváló előadóból rengeteg. Ha csak a regisztrált tagokat nézzük az EI-ben, ott is a többszöröse. Inkább 3-4-szerese. Tehát regisztrált tagként is ebben a kis országban sokkal több előadó van, mint szerző vagy alkotó ember. És ez a különbség. Ehhez képest, és mindenféle kijelentés és olyan dolog nélkül, hogy bárkit megbántanék, most csak mondom a tényeket, hogy van egy X számú szerzőnk, van X számú előadónk, ennek a kettőnek vannak irodái, akik ezeket a pénzeket felosztják, és a szerzői iroda jogdíjfelosztása nagyon sokszorosa annak, mint amit az előadóknak fel tudnak osztani pénzben. És ez nem rossz vagy jó, ezek tények. Ez van. Mit érdemes csinálni? Alkotni. Elmenni az Artisiusba a pénzünkért, mert ez egyben kevesebb van. Alkotni kell, csinálni a dolgainkat. És ez tényleg csak rajtunk múlik. Arculat és image kérdéskörben van-e még kérdés, mert elmentünk másik irányba. Beszélgethetünk erről is, csak félek tőle, hogy más majd előad majd erről, és én belekontárkodom. Figyelj, tanulni mindig jó. Én tanultam. Intézményesen nem. Tehát ha tanultam klasszikus zenét valaha, az nagybőgő volt, 3 évig a Mendelssohn zenekar nagybőgőséhez, az Mosdéni Györgyhöz jártam Veszprémbe a zeneiskolába. Azt hiszem, hogy éves szinten 500 forintot kellett fizetnem azért a rossz nagybőgőért, amit kaptam a zeneiskolától, hogy egyáltalán gyakorolhassak. Tanultam ott például kottát olvasni. De a kottaolvasás nem az intézményben történt meg, és annak tanulása. Ott csak rá voltam kényszerítve. Az otthon eltöltött 24 órámból 25-öt töltöttem azzal, hogy az ismereteimet én bővítsem. És rajtam múlt, hogy tudtam-e kottát olvasni, vagy sem. Ott számon kérték, de otthon engem érdekelt. Fontos természetes az, hogy manapság nem tudsz mit csinálni,
vagy elmész egy zenei intézménybe, diplomát szerzel, és utána vagy dolgozol vele, vagy nem. Tök fontos az, hogy tanulj. Nagyon-nagyon fontos. Az, hogy te ezt most intézményesen, kottolvasás, összhangzattanra szánsz időt inkább, vagy inkább a benned rejlő zeneiséget interpretálod a hangszáladdal, a hangszereddel, bármiddel, ez már a te döntésed. Létezik közös halmaz, és hát az a legjobb. Ha az, aki alkot, csinál valamit tudatosan, és az összhangzattan meg az eddig kottából szerzett tanulmányai során hozza létre. De soroltunk fel ma már olyan előadókat, akik sokkal jobban élnek, sokkal jobban működnek, anélkül, hogy bármit is tanultak volna erről az egészről. Mert belülről fakad. Amikor tanítok, és leül egy tanítványom, és megkérdezi, hogy hogy kell fogni a hangszert, én mindig azt mondom, hogy fogd meg a hangszert. Te úgy fogod, én meg így. Definiálhatjuk, és ezáltal korlátozhatjuk a látószögünket, és mondhatom azt, hogy ne úgy fogd, csak annak nincs értelme. Ha lemész a homokozóba, és elkezdesz lapátolni, és fölépítesz egy várat, és te jól érzed magad, akkor abban nem történt semmi rossz. Abban a pillanatban, amikor elkezded átgondolni, hogy vajon hogy kell megfogni a lapát nyelét, már nem olyan élvezetes az a várépítés. Te döntesz. Mindig te döntesz, hogy mit csinálsz. És a tanítványaimnak is ezt mondom. Mindent lehet. Nincs olyan, hogy nem. Van fehér, meg fekete billentyű. Fogsz egy rossz hangot, ami nincs különben, de mellette úgyis lesz egy jó. Tehát, hogy mindig te döntesz. Ez a te döntésed. Arrébb mész-e, vagy ott maradsz. Te döntöd el, hogy most tanulni akarsz, nem akarsz tanulni. Tök örülök neki, hogy valaha tanulhattam. Saját magamon múlt, mert nem volt lehetőségem zeneileg gyerekkoromban képezni magamat. Nem is volt ilyen inspirációm. És 18 évesen fogtam meg a hangszeremet először, és 20 évesen ebből kezdtem el élni. Ez annak volt köszönhető, hogy 4 basszus gitárhoz, tanárhoz jártam egyszerre, közben jártam zongorára, közben jártam hallásfejlesztésre, és különböző zeneelméleti dolgokra, amit magamtól finanszíroztam, de már abból, amit én a zenéből megkerestem. És ez egy speciális dolog, azért nehéz erről beszélnem, mert szerencsés embernek mondhatom magam, vagy azt mondhatom el, hogy olyan kivételes lehetőségem volt, hogy én már a zenélésből finanszíroztam magamnak a zenei tanulmányaimat. Furcsa ez a része. Miközben meg nálam sokkal képzettebb, sokkal kiválóbb, sokkal jobb basszusgitárosok éheznek jelenleg. Akiket borzasztóan sajnálok, és igyekszem nekik munkát adni. Van-e kérdés? Igen? Tehát arról beszélünk, hogy van egy formáció, ami tök jól működik, egyszer csak úgy dönt, működött, és akkor egyszer csak úgy dönt, hogy más arculatot hoz létre, és akkor ez... nem. Kérdezek. Szeretem a Snickers-t. Általában ez marketing szempontból a szemem magasságában is található a bevásárlóközpontokban. Nem véletlenül. Két lehetőség van. Változtatok ezen. Lejjebb rakom a polcon, nem lesz szemmagasságban, vajon fogy-e belőle annyi. Másik, megváltoztatom a csomagolását. Van értelme? Ha egyszer jól fogy. Valami nem fogy jól. Tehát arról beszélünk, hogy alapvetően létezik egy zenekar, ami nem működik, mondjuk ki. Mi az, tehát most például, de van-e példa, vagy konkrétum? Tehát nem mondasz konkrétumot, van egy zenekar, ami tök jól működött egy ideig, és utána meghalt. Hát ez előfordul. Csak arculattal nem. Az arculat az ugye egy témakör, amin belül beszélgettünk különböző dolgokról, vizuális kommunikációról, Facebookról, YouTube-ról, zenekari fotókról, stb. Hogy ma most kezdő zenekarokról beszélünk. Ez egy alapvetően jól működő zenekarnál már nem kérdés. Ott kialakult egy arculat,
az arculattal nem lehet baj, azt nem kell megbontani. Ott más probléma van. Ott vagy menedzserváltás történt, vagy a lemezkiadó nem áll már ott, vagy zenekaron belül van valami bomlasztás, ami által a kisugárzás más. Ez egy tök más témakör. Tehát ha valami fönt van, és a puzzle létrejött, és ezáltal működött a zenekar, és utána kezd el hanyatlani, ilyen van. Sokszor van ilyen. De ez nem az arculati kérdés. Ez nem attól fog működni, hogy másik inkben lépek fel. Vagy más zenekari fotót rakok ki, vagy még jobban tolom a Facebookon. Az se biztos, hogy kell. Sok kutya van, ami harap. És egyszerűen leülsz, hátat fordítasz neki, és nem fog bántani. És elkezd hozzád közeledni. Szóval alapvetően úgy gondolom, hogy kifejezetten arculattal valamit jobbá tenni, mikor már az már működött, és újra fel akarjuk éleszteni, nem gondolom, hogy ez hat. Tehát szervezek koncerteket, véletlenül ezzel is foglalkozom. Rendszeresen csinálunk szerdánként jó kis koncerteket egy helyen, és tök jól működik. Meglepő módon. Felkértek erre, azt mondták, szerdánként koncert. Budán. 6000-es belépővel. 100 fős helyen. Hát ez hogy? Szeptember óta működik, június 10-én lesz az utolsó rendezvény, úgy, hogy a most szerdai koncertünkre januárban foglaltak jegyet. Tök jól működik. Nagyon jól elindult ez a történet. Bejöttek mellé másik rendezvények is, ahol kifejezetten retro történet van. Oda jön egy olyan ismert előadó, akit régen hallgattunk, mint pop előadót, nagyon régről, és most nem nevesítem, mert már... És full teltházat csinál csütörtökön is. Anélkül, hogy erről most tudnánk itt például mi. Teljes teltház. Következő héten pedig jön egy olyan formáció, ami híres volt, nagyon pop volt, és most úgy gondolták, hogy újjá alakulnak, csak már kicsit öregebbek, és valójában nem történt alkotás. Az az előadó, aki teltházat csinált, nem változtatott az imidzsén, nem változtatott semmin, előadta magát úgy, ahogy volt. Működött. A másik produkció pedig elkezdett image építésbe kezdeni, rettenetes kommunikációba kezdeni, közönség felé, kifelé, próbálja halázgatni ugye a közönségét olyan csatornákon, amikkel régen kommunikált, hiszen ez egy kereskedelmi vonalas produkció, de nem működik. Csak arra példa, hogy csak az arculattal tudsz-e módosítva újabb sikereket elérni. És egy 100 fős helyet nem tud megtölteni egy ilyen produkció. Ilyen is van. Tehát millió egy példa van. Nagyon fontos az, hogy általánosságban beszélni nehéz bármiről. Van egy konkrétum, ki lehet elemezni. Mindig kiderül, hogy mi a méregfog. Mindig ki lehet húzni a méregfogát annak a történetnek. Csak ezt át kell gondolni. És nyilván ott az arculati gondolkodásban már nem a fotókról beszélgetünk, meg ilyesmikről, mert az van. Tehát nem ciki kirakni egy 20 évvel ezelőtti fotót olyan előadóról, akit 20 éve ismerek, mert őt felismerem azon a képen. És ugyanúgy szeretem, és elmegyek rá, mert tudom, hogy mit alkotott, mit csinált, mit tett le az asztalra. Az már ciki, hogy 2015-ösé akarom tenni magam, és közben maga, amit előadok, az viszont még a 80-asokban van, tehát hogy már az már más témakör. Tehát ez egy tök más dolog. Ez specifikusan mindig személyre szabott, ahogy az oktatás is, és én így gondolom, és azért is vállok például magántanítványokat, és nem csoportosan oktatok, mert nem gondolom, hogy mindenkinek ugyanúgy kéne átadnom az információt. És nem is lehet. Tehát valaki gyorsabban felfogja, valaki kevésbé. Ezek a zenekarok is, az előadók is, mindenki máshogy működik. Mindenkinek más arculati térkép kell, mindenkinek más image kialakításra van szüksége. Ez mindig specifikus, de erre, és most jutottunk el a legfontosabb dologhoz, hogy mindig kell külső segítség. Nem tudsz egyben előadó lenni,
kiadó lenni, marketinges lenni, hangszerelő lenni, jó zenész lenni, jó kommunikációs eszközökkel rendelkező ember lenni, aki jókat nyilatkozik, közben jól kinézni. Tehát ez a Superman, így most nagyjából leírtuk, tehát hogy ez nem létezik. Nagyon kevés ilyen van jelenleg. És mindenhol van valami kis bibi. Az előzőnél? Egyrészt, másrészt, ha valaha szerették, nem a zenéje miatt szerették, ez is hozzátartozik. Harmadrészt pedig olyan kommunikációs csatornákat választ, amiről már beszéltünk. Hiába kürtölít el a világot, ha azokhoz jut el, akik nem mennek el a koncertre, nem vásárolnak koncertjegyet, nem vesznek CD-t. Pláne nem hétköznap. Tehát, hogy ebben több buktató van. Ebben nagyon sok buktató van. Sok ilyen, olyan ismert előadó van, akik jelenleg furcsa lenne számotokra, hogyha számadatokkal szolgálnék, hogy mekkora név, és 25 fizető vendéget hoz be. Miközben azt hiszed, hogy televeri a házat. De ez sok mindenem múlik. Tehát ez tényleg nem csak azon múlik, hogy maga az előadó jó-e. Múlik azon, hogy az ország melyik szegmensében vagy, melyik klubban vagy, az a klub mennyire reklámozza, milyen közegnek reklámozza, mi a célja. Az a célja, hogy egy diszkóba behívjon embereket. Ez a csávó nem való diszkóba. Akkor nem lesznek diszkóba, mert ez a közönség nem akar diszkóba menni, aki őt szereti. Ez a közönség vacsorázós közönség. Az a klub azt várja el, hogy vacsora vendégeket hozzá. Akkor ne a fiatal tiniket hozd oda, mert azok kólázni fognak, és nem lesz jó a vevőnek, tehát a megrendelőnek. Millió egy olyan összeálló kis puzzle-ról szól ez az egész, amit elkezdtem mondani az elején. Ha csak egy puzzle nincs meg, akkor nem áll össze a kép. Nem lesz pénz, nem lesz produkció, nem lesz lábnyom utánad, senki után. Minden egyes lépést ki kell találni. Szakma felé hiába kommunikálsz. A szakma akkor tud rólad, hogyha lábnyomot hagysz magad után. Nem fotókkal, nem Facebookkal, nem YouTube-bal. A szakma már rég tud rólad, hogyha te alkalmas vagy arra, hogy szakmailag elismerést kapjál. A szakmának nem kell kommunikálnod. A szakma szájról szájra terjed. Akkor hívnak el, ha te időben ott vagy, ha megfelelően felkészült vagy, ha elegánsan jelensz meg, ez a te arculatod, és ezt már nem kell kommunikálnod, ha a szakmának szeretnél megfelelni. Mert híre megy, hogy ez a csávó ott van, ez elegáns, ez jó fej, ez mosolyog, ez mindent megcsinál. És nem sír a szája, és megköszöni. Akkor téged fognak hívni. Ehhez nem kell Facebookon kommunikálnod, hogy én elegáns vagyok, oda megyek, mindenhol ott vagyok pontosan, nincs rá szükség. A közönség felé kell kommunikálnod elsősorban. Session zenésznek nincs mit tennie, jól kell muzsikálnia, ott kell lennie időben, helyt kell állni, jól kell kottát olvasni. És mehetünk tovább. Tehát ez már a szakmai része. Ez egy teljesen más arculat. Ez a saját arculatod, amit viszont magadnak kell kialakítanod. De ezt kommunikálni nem biztos, hogy kell a szakma felé. A közönségnek, ha te, mint session zenész, akarsz is magadról hírt adni, és úgy döntesz, hogy egy idő után te azon ki vagy session zenész, hogy még szóló karrierbe is kezdesz, mint ahogy én ülök itt például, vagy ahogy az Albert barátom mögöttetek, kell kommunikálni a közönséggel, igen. Csak innentől kezdve ne felejtsd el, hogy egy újabb szerepkörbe kerülsz, és már egy más arculatot kell kialakítanod. Akkor már nem session zenész vagy, akkor már szólista vagy. Akkor már kifelé kell kommunikálnod, amit kifelé kommunikálsz, az visszajut a szakmához is,
ha az nem szimpatikus, vagy teljesen ellentétes azzal, amit te vagy valójában, az visszaüt. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok. Nagyon fontos, hogy tudd, hogy ki vagy. Ha különböző szerepkörökbe leszel részt, legyen mondjuk session zenész, aztán hirtelen szólista, aztán hirtelen zenekartag, aztán hirtelen koncertszervező, aztán hirtelen előadó. Nem tudsz más csinálni, csak hitelesen előadni, kommunikálni. Összeáll egy kép. Most itt beszéljünk akkor rólam ilyen esetben. Nektek is létrejön egy kép velem kapcsolatban, amit nem tudok hazudni. Tehát vagy beszélek őszintén, vagy hülyeséget beszélek, és egy perc alatt lebukom. Mindenki előtt. Ezt neked kell kialakítanod saját magadban. Ehhez viszont magaddal kell időt töltened, magaddal kell beszélgetned, magaddal kell megállapodnod, magadat kell elfogadnod. 6 lépés a szeretet. Ha csak egy is hibázik, akkor van az, hogy szeretlek, de. És nincs de után semmi, az már nem szeretet. Szóljon ez magadról, szóljon ez a barátaidról, szóljon ez az előadó művészetről, az arculatodról, az imidzsedről. Vagy szereted magad, vagy nem. Csak akkor fognak szeretni. És akkor tudsz szeretetet is adni. Igen? Szerintem többen is vannak itt, de a Tamást ismerem, mert náluk mentorkodom éppen. Felfoghatjuk ezt úgy, mint egy üzleti modellt, de még mindig csak azt kérdezem, hogy ahhoz, hogy a hatásos szót használd, meg kell kérdeznem, hogy mi a célod. Miért? Miért szeretnél ismert lenni? Figyelj, a siker maga az mindig, tehát, hogy mondjam neked, családilag levetítve. Tervezzünk egy gyereket, lesz-e elég pénz, ám a jövőre, ám a jövőre, sosincs elég pénz, elégedettség és boldogság sincs elég. Sosem jutsz el arra a szintre, hogy elég. Ha ennyi pénzed van, akkor még több kell. Ha ennyi közönséged van, még több kell. Sosincs elég. A cél a lényeg. Mit szeretnél elérni azzal, hogy közönséghez jutsz el? Mekkora bázist akarsz elérni? Mit akarsz ennek a bázisnak adni? Mi a célod vele? Mit szeretnél közvetíteni neki? Ez nagyon fontos. Mert most ugye az a kérdés, hogy inkább egy kisebb csoportnak kommunikálj, vagy nagyobbnak. Mit szeretnél azzal elérni, hogy egy kisebb közönségnek kommunikálsz, vagy mit akarsz azzal elérni, hogy egy nagyobb közönségnek kommunikálsz? Mi a cél vele? Mi, van különbség a kettő között, de fontos, hogy te magad egyes szem első szemében mit akarsz elérni. Mert akkor el tudom mondani, hogy kihez kommunikálj. Miért elégszel meg a közepessel? Miért vagy elégedett egy közepessel? Nem, csak szeretném megérteni. Tehát nem kötekedés, kérdezek. Azért kérdezek, hogy ez a beszélgetés, ami most így kettőnk között zajlik, tök jó, hogy hallgatják különben, mert más is tanulhat belőle. Én is tanulok belőle. Ez azért fontos, mert most nem én adok válaszokat neked, hanem te adsz magadnak. És azért kérdezek vissza. Mi a célod azzal, hogy a kis és a nagy közönség közül most egy harmadik utat választottál, egy közepest? Akkor kezd a kicsivel. Megvolt? Megvolt már a kicsi? Értem.
gyorsan egy hosszabb mondatba válaszok, abba kell hagyjuk? Vagy még van időnk? Jó. Köszönöm a kérdést, és akkor most menjünk rá a Cseh Tamásra, mert ebben tudom kifejteni jól. Adott egy formáció. Úgy dönt, hogy lemezt csinál, de nincs pénze. Fordul egy pályázathoz. A pályázat ad neki pénzt jobb esetben. Ugye most beszélünk arról, hogy 200 zenekart hallgattunk itt végig. Két héten keresztül különböző felállásokban. Ebben volt gyerekelőadás, ebben volt szólista, ebben volt jazzzenekar, volt funky, volt dark metal, volt jazzénekesnő. Volt, hogy egyszer basszusgitárral ideállt a kolléga. És ő nyert. Tök mindegy, hogy milyen produkció van. Ide jöttél, mert alkotni szeretnél, és ad rá pénzt valaki. Ezt a pénzt te elrakod. Létrehozol valamit. Erről te hírt szeretnél adni. Akkor működik ez jól, és ez megint csak tapasztalat, és azért is mondom, mert itt a Tamás is, meg sokan, akik ezt igényelték, ha te magad elkezded csinálni. Nem azért hozol létre honlapot, mert a pályázati kiírásnak meg kell felelned. Nem azért hozol létre videóklippet, mert a pályázati kiírásnak meg kell felelned. Nem azért csinálod meg gyorsan a CD-t egy stúdióban, hogy pénzhez juss, és a pályázati kiírásnak meg kell feleljél. Azért, mert te ezt szeretnéd. A te érdeked, ha valamit létrehozol, közöld. Közöld egy videóklipben, mert azt tudja kommunikálni, innentől kezdve segítségképpen neked, a Cseh Tamás programban az NKA, az NKA-n keresztül az MTVA, és sokan, akik segítenek neked abban, hogy eljussál A-ból B-be. Lehet, hogy nem kisközönség elé kerülsz már. Lehet, hogy rögtön egy nagy színpad nevű produkcióba kerülsz, ami tegnap el is kezdődött. Nem lehet tudni. Ez csak azon múlik, hogy te magad alkotsz-e, adsz-e magadról hírt, és abban tudnak-e neked szakemberek segíteni. Neked kell létrehoznod a honlapodat, neked kell létrehoznod a CD-det, neked kell a Facebookodat rendbe rakni, a YouTube-odat rendbe rakni. Ha te ezt nem tudod, fordulj szakemberhez, hiszen már a pályázat által van rá pénzed, el tudod számolni, számlát tudsz róla kapni. És ez adott. Ezen belül, ha híredet akarod vinni, és ha te most kiírod a saját nevedet, még nem jönnek el a koncertedre, részt tud venni különböző Cseh Tamás programos fesztiválokon, rendezvényeken, amiben segít neked a Cseh Tamás program, amiben segít neked az NKA, és sokan, mert van rá lehetőség, csak sokan nem hiszik el, vagy azt mondják, hogy ez a nyuszika, bazd meg a porszívódat. Mert sokan így állnak hozzá, sajnos. Amiben lehetősége rejlik mondjuk egy Hungaridum zenekarnak az Ocsó Macsó előtt, az 10 állomásos turné, ahol előttük közvetlenül kommunikálhatnak arról, hogy ők kik. Mit tudnak csinálni? Egy ismert, befutott, sok embert vonzó, és nyilván nem véletlenül választották ezt a zenekart, hiszen a stílusuk hasonlóan ehhez a közönséghez szólna. El szeretnének lopkodni embereket ebből a közönségből. Miért van a Tankcsapda előtt elő zenekar? Miért van a Depresszió előtt elő zenekar? Miért van az Ocsó Macsó előtt elő zenekar? Mert szeretnének abból a közegből kilopkodni maguknak egy kis közönséget, hogy jövő héten, ha kiírják a nevüket egy kis klubba, akkor ott legalább 50-100 fizető legyen, hogy a klub kitermelje azt a minimális összeget, amit nekik fizet, és létrejöhessen egy kereskedelmi forma. Ezt tudja nyújtani ez a lehetőség, ezen kívül pedig innentől kezdve rajtad múlik, hogy az imidzsedet, hogy kezded el építeni. Akkor vállalj ilyet, ahogy ezt az X-faktorosoknak is mondani szoktam, akkor menj el az X-faktorba, ha van mit közölnöd, mondanod, van alkotásod, és szeretnél róla hírt adni. Ha nincs, akkor csak egy előadó vagy, senkit nem fog érdekelni. Akkor menj el egy Cseh Tamás program előzenekaraként, ha te a saját alkotásaidról szeretnél hírt adni, nem feldolgozásokat énekelni, mert azt sokan tudnak jól, akkor menj el, hogyha kirakod a logódat, és az azonos veled, ha kirakod a molinódat, mert hogy hírt akarsz adni, ha úgy öltözöl fel, ahogy a te arculatodnak, imidzsednek megfelelően kommunikál a közönségnek, és hírt ad róla, hogy te vajon ki vagy. Ezeket lekommunikálod a Facebookon, felraksz 68 millió videót a YouTube-ra,
folyamatosan nyomod és kommunikálsz. Erről szól az egész. Semmi másról, és ezt senki más nem csinálja meg helyetted, csak te. De ezt nem azért kell csinálni, mert a pályázatnak meg kell felelni, és cseszeget a Kati, hogy add már le a lemezedet, meg csináld már meg a honlapodat, mert nem tudunk kifizetni téged. Ezt azért kell megcsinálni, mert te akarod csinálni. És itt az arculati kérdéskör. Akkor tudsz kisebb-nagyobb közönséghez eljutni, hogyha megkeresed ezeket a csatornákat. Itt egy csatorna, előzenekarozás. Ott egy csatorna, jazzy dalverseny. Mutasd meg magad, legyél dalszerző. Hirdesd magad a Jazzy Rádióban, ha 30-as fizetőképes közönségnek szeretnél játszani, olyan zenét, amit a 30-as fizetőképes közönség játszik. Döntsd el, hogy te ki milyen közönségnek akarsz szólni. Ha te fesztiválokon akarsz majd játszani kiszenekarként, akkor menj el fesztiválzenekarok elé játszani, adj hírt magadról a fesztiváloknak, a közönségnek, és talán bejuthatsz. Menj el olyan tehetséggondozó versenyekre, akik kapcsolatban állnak a fesztiválokkal, és csatlakoznak, vagy kapcsolódnak a fesztiválokhoz, mint ahogy az akvárium is csatlakozik ugye a Szigethez, csatlakozik a Nagy Színpad produkcióhoz, csatlakozik a Cseh Tamás programhoz, sok mindenhez. Te döntöd el, fesztiválzenekar akarsz lenni, vagy leszel egy Zolbert, aki megcsinálja a saját szólólemezét, eladja a Jazzy Rádióba a dalait, elkezdik játszani, és ezáltal a Jazzy Rádió közönsége, aki jazzzenét szeret, fizetőképes közönség, elmegy egy jazzklubba és megveszi a CD-det, örül neked, belájkolja a Facebookodat, figyeli, követi, örül, ha egy videót felteszel, akkor neki kommunikálsz, és ezáltal egy jazzklubba tudod jól, hogy nem aréna a célod, hanem egy jazzklub, de a jazzklubot meg tudod tölteni. Annak köszönhetően, hogy annak a közönségnek beszélsz, aki ebbe a klubba jár koncertet nézni.